Amire büszkék lehetünk címmel tartott szakmai rendezvényt a Szekszárdi Matthias Corvinus Kollégium. Ezúttal Szentkirályi Alexandra kormányszóvívő volt a meghívott vendég, aki arról beszélt előadásában, hogy Magyarország hol is helyezkedik el a nemzetközi szintéren, mi az a nemzetkép, és ezt hogyan lehet építeni, javítani. Egy olyan nemzet vagyunk, és egy olyan ország vagyunk, ami úgy jelenik meg a nemzetközi térben is, mint amely egyre inkább a saját hangjára talált az elmúlt időszakban. És ennek természetesen vannak, akik nem örülnek, mert ez a hang, ez ki is hallatszik a tömegből. Ahogy nagyon-nagyon határozott álláspontot képviseltünk, mondjuk az illegális bevándorlás témájában is képviseljük ezt a mai napig, úgy a nemzet ként, országként való önálló cselekvés fontosságára hívta fel a figyelmet a koronavírus járvány, hiszen hogyha ott nem indulunk neki, nem folytatunk saját beszerzéseket, vakcina lélegeztetőgépek, sajnos emlékszünk még rá, akkor biztos nem lett volna ilyen hatékony a védekezésünk. A kormány szóvivő azt is hozzátette, hogy talán sosem volt ilyen jó dolog magyarnak lenni, mint ezekben az időkben, hiszen akár konfliktusok árán is, de a nemzetközi porondon is kiállunk az érdekeink mellett bárkivel szemben. Nem tudunk olyan szankciókat támogatni, amelyek ellehetetlenítenék a magyar családokat és a magyar vállalkozásokat, és nekünk ez lesz az első számú szempont, ami alapján majd egyes döntéseket, javaslatokat támogatni fogunk. Ez természetesen konfliktusokat okoz, ugyanakkor mégiscsak azt mutatja, hogy a világ felfigyelt arra, hogy itt bizony történt egy változás, már nem alakítják az életünket, hanem mi alakítjuk magyarok a saját életünket. A Tehetséggondozó Intézménynek ez volt a 20. szakmai programja a nyári szünet előtt. A következő rendezvények a szeptemberi tanévkezdéssel folytatódnak.